Bazzeg! Oha! Ó, oh, bazd meg! Ó, oh, te köcsög! Belém nyilazott, és pont megállt a karakter, mert kihasználta és szanaszét vágott. Hoppa! Nyisz! Nyisz, 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 nyisz. Szóval ilyen, hogy másiknak a stamináját látod, hogy nem nagyon volt. A Forerunnerben igen. És ott jártam még, nem blokkolni ennyit. Ezekkel a pirosokkal mind-mind küzdeni fogok ezekkel az invaderrel, az összessel. De nem most, mert ezeket már mindegyszer kinyírtam. Azzal ki akartam végezni, te köcsög, ne nyilazd! Ne, bát ki megint ugyanaz! 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 Oh. Tehát ezekkel a piros invaderekkel mindig fogok harcolni, és mindegyiket meg akarom ölni. De nem most, hanem majd, ha utalértem magamat, a másik karakteremet, ahol abba hagytam a játékot, mert ezeket mindegyszer kinyírtam, most azért ezt nem szeretném. De mindig megküzdök velük, és hátrébb hozom ezt a köcsögöt. Nyisz, 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 nyisz. Ja, levágtam a fejét is. Muszáj volt hátrébb hozni, mert az folyamatosan nyilazott fentről. És eltalált, akkor megálltam egy pillanatra mindig. Ó, oh, tudsz. Mindegy, senki. Nem érzi őket senki. Na jó, öltözködjünk egy kicsit. Tegyünk magunkra valamit, mert nem igen van rajtunk semmi. Ez mondjuk furcsa, hogy a defense multipliernek több ennek a bárminek is. Hát ilyennek. Vinternek a sapkának. De hát akkor legyen így. Jó, itt mi van? Jó, legyen ez. Hát akkor inkább ez. És ott felül írja az equipment weightet, vagyis a súlyát, hogy hogyan állunk. Ha zöldbe vagyunk, akkor az nagyon szuper, akkor nagyon szuperek vagyunk. És ennek is van három változata, akár csak a Dark Souls-ban, csak ott nem jelzi, hogy éppen milyen színben vagyunk. Úgy emlékszem. És itt az a lényeg, hogy könnyűben maradjunk, mert akkor ilyen rohadt gyorsak leszünk. Persze fel lehet venni nagyon-nagyon nehéz szetteket, és akkor a nehéz kategóriába átesni. De akkor már lassabb lesz a karakter. Sokkal lassabb. Úgyhogy most még így maradok ebbe. Nem is a zöld, hanem ez a világos kék az, ami a legkönnyebb, és ezt, hogyha fölveszem, akkor már átesek ebbe a zöld kategóriába. Na, hát végig is az talán még belefér. Ennyi védelem azért csak kell nekem. De mindjárt kiderül, hogy... Aha, azért már érzékelhetőbb a különbség. De ennyi még talán belefér. Aztán ezt már megöltem. Nem? Nem öltem meg. Ott van. Nincs stamina. Nyisz. Nyisz van. Hűha. Ne, az L1-jel. Ne, miért mellé nyomtam, basszus? Az R2-t nyomtam. Aha, nagyon jó vagy. Megdoblak kővel. De sokat nem sebzett. Na jó, biztosra megyek. És hogy meghalok, akkor mindig három amritát ad vissza, vagy amritát, ilyen estust. Elixírnek hívja itt az estust. Te köcsög. Ú, te. Na várjál csak, mindjárt föl. Bazzeg. Edd már föl. Bazzeg. Na jó. Téged pont. Na te is izé vagy? Ez egy... És mi kard is van. De jó neked. Na hol vagy, te paraszt? Kivett észre. Hopp! Oszt az eget. Reflex. Aha. Jó. Jó, ha nem ártanom mondjuk blokkolni is egyet, mint például ők csinálják. Az eg... Igen, és akkor nyisz.
Ez vagy elég durran elfogyott a heal. Au! Ó, hogy rohagy meg! El is felejtettelek. Nincs valami? HP töltő tudsz? Gyere! Igen. Aha. Azzeg. Nem nyilazol? Nem. Nem nyilazol. Az buzis. Az fejezd be. És akkor erre kell majd tovább menni, de még arra még van még tudsz. Ja nem. Ó, oh, bonfire. Az nagyon fontos. Nem is érdekel, hogy visszaspannol az a hülye íjász. Level up-oljunk mondjuk. Egy kicsit a HP-ra, egy kicsit a szívre. Hát mondjuk a strength-re legyen egy kis sebzésünk is. Ami pont az R2-es sebzést emeli. Na így jó, oké. Okay. Yes. Más nem igen akarok csinálni. Hups! Nyisz. Szia! Oké, és itt lesz majd a kis falucska. De még nem oda megyek először, mert az íjász mögött is el lehetett menni. Bonfire, oké. Nyisz. Te köcsög. Blokkolj már! Ó, hogy ezt mindig elfelejtem a blokkot. Nagyon durva, hogy mindig levágja a fejét. Majd, hogy nem mindig. Oh, hello! Igen, cuszli. Spirit Stone, az pontos. Na csak, es oda le. Úgy, jó volt neked. Igaz, hogy van nála így. Ja, oh! De megijedtem. És ezek a zombik csinálnak ilyen ugrásokat. Ráadunk is, hogy megesztél. Hogy megeszi. A tested. Hoppá! Ne! Meg így elkezd pofozni, igen. Óriási damage-e van, ha így elkap. Bazeg! Ne! Nyisz. Ez azt el is fogyott. Az Estus. Nyisz. Azt mondja neked ez a gyengéje, az alsó fogás. Igen. Jó. Azért mondom, hogy gyenge, mert nagyon gyorsan be lehet darálni. Így. Ha felülről vagdasunk egy heviket, akkor annyira nem. Én legalábbis így tapasztaltam. De az is lehet, hogy ez fegyverfüggő. Ó! Oh. Ezeket meg úgy hívják, hogy Kodama. Majd megmutatom, hogy mire jó. A Bonfire-höz mennek. És ott adnak nekünk egy kis pluszt. Vajon? Rá kéne ugrani a fejére. De mondjuk akkor már egy heavy-vel. Még az nem tudom, hogy számít-e. Atya úristen! Hisz. Ó! Oh! Meredj! Mit röksz? Ó, oh, de jó, hogy felébredt a többi is. Többi is lejön. Ó! Oh! Na jó. Ó, azt az eget megfelel a dodge. Ezt felveszük. Na nem, csak arrow volt nálad. Szerintem van nála i. És leszárlak. Jó. Itt is működik az a bonfire-nél, hogy ha túl közel jönnek az enemik, akkor nem tudok bemenni ebbe a menübe. Oké, és akkor itt vannak a kodamák. Amit gyűjtöttem, az a kis manó, most éppen el tudom rakni, ez egy ilyen híder. Oda beraktam szépen. És akkor növeli az elixírnek a dropját, 5%-kal gyakrabban fogják dobálni az elixírt. Ez nagyon szuper. Na.
Nézzük. Hát talán tudunk szintet is lépni. Akkor a skillre, mert az ad a damage-re. Egyel növeli, de az is nagyon fontos. Jó. Itt lesz a popesz. Igen. Szia. Neked is szia. Este megint, hogy ezt jól csináltad az előbb is. Hopp! Itt nem akartam mindig ide esni. Na mindegy. Hello! Oh, bazzik, ne üsd már a falat! Ne üsd a falat! Ups. Azeg, mit blokkolnak ezek ennyit? Nesze! Hogy esett le a feje, amikor a mellkasába vágtam. Na mindegy. Nem szidom. Nem szidom a játékot. Ez egy nagyon jó játék. Menjünk erre. Ó, igen, itt parti lesz. Itt nagy parti lesz. Azeg. Aha, elfőtt a stancsi. Neki. Nekem is mondjuk. De nekem van kipulzom. Yes. Hey. Jó. Itt lesz benne egy bandita. Igen. Azt hogy hogy megzavartalak, de újba vagy. Yes. Yes, 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 yes. Oké. Okay. Nézzük meg. Dobozka. Ó, van itt minden, amulettől kezdve minden. Oké. Okay. Na, equipmenteljünk. Itt az accessory 1-2-be lehet rakni ezeket az amuletteket. És ott szépen így is a különleges effektusoknál, hogy mit emel. Ez például jó a yokai ellen. Rezisztenciát ad. Meg ilyenek. Nem azért, ez a speed, ez 10-en nagyobb a sebez, úgyhogy lehet, hogy azt fogom használni ezt a lándzsát. Ezt. Nyisz. Mert nem nyisz, ez szurka. Jön csak ide. Azért hívom ide, mert többen vannak ott. Hopp! Hát így nem mint a számítana. Hát téged mindjárt kikerüllek. Úgy, a kattó az nagyon fontos. Hogyha ég. Jó, akkor te, gyere még egyszer. Ennek óriási sebzés van a nagy fejszésnek. Jó. Nesze! Jó! Oké. Okay. Tudsz. Oké, okay, most jött a következő. Nem akarok ezekkel partizni, szimplán azért dobálgatom őket így kavicsal. Hogy? Nesze! Jó! Nincs nálam véletlenül egy... Így. Ó, ha hogy ne lenne? Bónusz. Legyen ez. Oké. Baszik. Gyere ide! Hey. Hát a fejbe lőttem. Az igen, az nagy kombó volt öreg. Ez igen, nulla staminával, szedd ki. Jó. Korábban elkövettem azt a hibát, hogy berohantam ide és nem egyesével szedtem le őket. Fotok hárman plusz még az is ott van. Lehet csak ide. Ez a hármas kombó a heavyvel teljesen leviszi a staminájukat. Ó, de jó, hogy itt vagy te is.
Itt kutakodott ő. Spear, még egy spear. Na nézzük, ez jobb be, mint ami van nekem. Hát nem, nem ez ugye drop rate-et emeli. Több cuccat dobál, de nagyon nincs rá szükségem. Az is visszaspannol, de most az nem érdekel, mert kinyitottam a ládát már. Menjünk be ide. És akkor ott az, ami van, az a köd. Az ilyen mini boss. Téresség. Ezt kinyitom, nem érne. Jól jöhet. Hogyha közel megyünk hozzá, akkor egy ilyen boss féleség iránik meg. Hát nem boss, de sok az élete is nagy. Maradjunk ennyibe. Jó, nézzétek, nézzük meg. Íme. Ő ilyen mini boss féleség. Mondjuk később ez lesz az átlag enemy, azt hiszem. Na, gyere man! Ops! Atyavilág. Jó, oké, egész korrekt. Gyere ide! Heavy! Utána heavy az lesz a legjobb meg. Megoldás! Ú, basszus, elfélt a staminám, te jó ég! Nem. Nesze! Ez jó! Ez nagyon jó! Ez lényegében ilyen poiz. Ú, de jó, hogy ilyen pukit raktál oda. De jó ég! Mi damage-ed van? Nem kéne meghalni, mondjuk. Így megszurkállak távolról, az úgy jó lesz, nem? Szerintem működőképes. Ó, de jó, oké. És nagyon sok cuccot adnak. Valamikor ez választható, mint például most is, nem volt kötelező ide jönni. Vagy de mert itt a kulcs. Igen, valamikor ez választható, azt hiszem, hogy most ezt bevállalod-e vagy sem. Természetesen mindig azt választom, hogy bevállalom. Valamikor pedig nem választható, mert útban van mindig. Jó. És itt van a következő bonfire. Most talán nem is megyek oda. Már ezt kinyitottam. Szétnézek itt. El is lehet ám menni. Meglepjük. Na, végre. Jó, azt most leszarom. Oké, elixír, az fontos. Ja igen, és innen jöttem. Aha, tehát hogy itt mentünk fel arra, azt hiszem. Igen, itt volt az íjász, az a köcsög íjász, és ha erre jöttem volna, itt szépen, akkor jövök ide. Oké. Hát ez egy ilyen karika. Karikatúra. És még lehet ide jönni. És akkor itt van egy ilyen, aki meghalt, már nem tudom mibe. Impaled. Jó, hát. Jó neked. Na és akkor menjünk tovább oda a bonfire-höz. Azért nem akartam a bonfire-höz elsőként menni. Mert akkor ezek most mind visszaspannoltak volna, ezek a enemik. És magdoshattam volna le őket még egyszer. Nos, akkor most egy kis level up fog következni. Valamint megnézem, milyen cuccaim vannak, amiket tudok majd felhasználni. De én ennyi voltam mára, innen fogom majd folytatni a játékot. Ha tetszett, lájkold a videót, iratkozz fel a csatornámra, és innen fogom majd folytatni. Én Noreson voltam, a viszontlátásra!